Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a második legnagyobb országos szinten. A megyében több mint 45 ezer diák tanul, közülük 6900-at érint a lemorzsolódás veszélye. Ez arányaiban valamennyivel több mint 15%. A lemorzsolódás csökkentésére a Nyíregyházi Egyetem egy projektben is részt vesz, amelynek eredményeként a pedagógus továbbképzés után a Szabolcs megyei általános iskolákban élmény lesz a tanulás a diákok számára. A tanulói összlétszám 5. és 12. évfolyam között jelenleg több mint 746 ezer Magyarországon. Az országban működő általános és középiskolák évente kétszer, a két fél év végén szolgáltatnak adatot az oktatási hivatalnak, hogy mekkora a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. Az országos átlaga 2017-2018-as tanév második fél évének végén 9,5% volt. A legnagyobb arányokat sorrendben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye produkálta. Bár Szabolcs megye arányai tekintve a második helyen végzett a jelenlegi 15%-kal, még mindig jobb a helyzet, mint az idei tanév első fél évében. Akkor a szabolcsi diákok majdnem 18%-át érintette a lemorzsolódás veszélye. A tanulók tanulmányi átlaguk és szorgalmuk alapján kerülhetnek a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok közé. Évvégi tanulmányi eredményük ugye legfeljebb általános iskolában közepesnek minősül, és ezen felül például megbuktak valamely tantárgyból, tehát évismétlésre kötelezettek, vagy a szorgalma hanyag, vagy magántanulóvá minősítették, vagy az igazolatlan hiányzást elérő óraszám az ugye 50 óranak felel meg, vagy teszem azt, kiemelt figyelmet igénylő tanuló, vagy általános iskolai oktatásba vesz részt, és betöltötte a 16. évét, és ugye 3-as átlag alatt van, akkor ezek azok a tanulók, akiknek a darabszámát megadja egy iskola. És így jól látszik most már Magyarországon az a mintázat, hogy így fogalmazzak, a magyar közoktatásba, hogy megyénként, település típusonként, feladatellátási jellegként, tehát hogy általános iskola, szakközépiskola, szakgimnáziumról van-e szó, vagy gimnáziumról, milyen egy iskolában a lemorzsolódás mértéke, és ez a országos vagy a területi viszonyban ez magasnak vagy alacsonynak számít. Ugye amíg ez nem volt meg, addig igazából hát ilyen, csak ilyen ködös kép volt arról, hogy egy iskolában most magas vagy az alacsony lemorzsolódás. Az OHT ezt begyűjti, és utána visszamutatja egy hónappal később minden iskolának a saját adatát, és rögtön mellé is megmutatja, hogy egyébként az országos lemorzsolódási adat ebben a intézménytípusban ennyi, a megyei lemorzsolódási mutató az önök megyében ennyi, ahol az önök iskolája van, és ebben az intézménytípusban teszem az általános iskola, ennyi az országos, és ennyi mondjuk a megyei átlagérték. És így egy minden iskola nevelő testülete ezek alapján pontosan látja azt, hogy hát mi azt hittük, hogy nálunk nincsen baj, viszont most látjuk, hogy tulajdonképpen magasak az értékeink, vagy pont fordítva, keményen dolgoztak azon, hogy küzdjenek a lemorzsolódási problémával sikeresen, és az általuk mért és vizsgált mutatók alapján tulajdonképpen még egy országos átlagos, vagy egy az alatti egy csekély érték valami egy pozitív megítélés adhat okot. Az oktatási hivatal szakmai tevékenységének második része, hogy az OH pedagógiai oktatási központja megyénként feldolgozza az adatokat. Így például Nyíregyházán is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ, ami az oktatási hivatalnak egy főosztálya, minden adatszolgáltatás után, tehát egyszer ugye február-márciusban, egyszer pedig ugye május-júniusban feldolgozza az megyében levő lemorzsolódással érintett iskoláknak az adatait, majd az adatok alapján szakmai javaslatot tesz az intézmény számára, hogy tulajdonképpen milyen pedagógiai intézkedés kellene tenni ahhoz, hogy a lemorzsolódás csökkenjen. Az intézmények fenntartói is megkapják az összesített adatokat az oktatási hivataltól, annak érdekében, hogy tudjanak változásokat eszközölni, mint például pedagógusokat képezni, több erőforrást tenni az intézménybe, vagy új pedagógusokat felvenni, esetleg szaktanácsadót hívni a különböző tantárgyakhoz, de a fenntartó az oktatási hivatalhoz is fordulhat segítségért. Szerencsére nagyon sok
az ország számos pontján, nyilván Nyíregyházán is ugye fordulnak a oktatási hivatalhoz, ezért a szakmai támogatásért. Én azt gondolom, hogy azok a kollégák, akik ezekkel a feladatokkal foglalkoznak, jó felkészült szakemberek, és kellő információt és segítséget tudnak adni. A lemorzsolódás leginkább a hátrányos helyzetű megyékben jellemző, főleg Szabolcsban és Borsodban. Valóban Szabolcs-Szatmár megye és Borsod-Abaúj-Zemplén a két leginkább érintette, plusz még megemlítem Nógrádot is, mert Nógrádban ugye ott sajnos még magasabb, ugye tradicionálisan sajnos nagyon magas az érték, tehát ez a három megye a leginkább érintett az országban, de Békésben is ugye 14% körül elmozsolódás, szemben mondjuk egy Borsod-Abaúj-Zemplént azt mondtam, mondjuk akár egy nyugat-magyarországi Győr, Moson-Sopron vagy Vassal. Ha egy tankerület, vagy egy szakközépiskolai centrum, vagy egy bárki, aki iskolát tart fönn, nyilvánvalóan látja, hogy az iskolában milyen családi háttérrel, milyen szociokulturális háttérrel érkeznek a tanulók évről évre. Nyilvánvaló az, hogy egy olyan környezetben, ahol ez a családi háttértámogatás mértéke alacsony, és a gyerekek rossz körülmények közül jönnek, ott elsősorban a fenntartónak kell jelzést adni, és a fenntartónak kell többlettámogatást bevinni az iskolába. Egyébként értelemszerűen nyilván ezt az állami szinten is a kormányzatnak ez egy feladata, hogy ezt a úgymond családi háttér és a társadalmi-gazdasági régió hátterétől függő iskoláztatást ugye úgy segítse, hogy ahol nagyobb problémák vannak, oda erőteljes támogatást biztosítson. De egyébként megjegyzem, hogy az európai fejlesztési források, amiket oktatásra a magyar állam kapott, elsősorban azokra a térségekbe, területekre mennek, például pont Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyébe, vagy akár Jászlanok, Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés, ahol egyébként a lemorzsolódási mutatók nagyok. Ezért maga az oktatási hivatal is több olyan Európai Uniós forrásból finanszírozott programot működtet, amelyekben a cél kifejezetten az alulteljesítő, hátrányos helyzetű iskolák, tanulók társadalmi felzárkózásának a támogatása, ami nyilván egy nehéz kihívás, mert nagyon sokszor nagyon nehéz csak pedagógiai eszközökkel leküzdeni olyan hátrányokat, amelyek nagyon erős családi gyökérezettel rendelkeznek, és a tanuló támogatása az alapvetően nyilván az iskolán belül történhet meg a köznevelés rendszerébe, és az a fejlesztés, amit az iskolában elér, nagyon sok esetben meggyengül a családi környezetbe másnap reggelre, hiszen olyan szokásokat, olyan nyelvezetet, vagy akár olyan életmódot folytatnak, ami hát jelentősen erodálja az iskola fejlesztő hatását. A Nyíregyházi Egyetem jelenleg konzorciumi tagként egy projektben vesz részt, amelynek célja, hogy 2020-ra 10% alá csökkentsék a korai elhagyás mértékét Magyarországon. Az Eurostat felmérése szerint Magyarországon 12,5% azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel hazánkban, miközben az uniós átlag 10,8%. Egy olyan módszertani váltást szeretnének bevezetni 30 Szabolcs megyei általános iskolába 2019. szeptemberétől, amelyben a diákok számára élmény lesz a tanulás. Kis csoportokban személyközpontú oktatási rendszert alkalmaznak majd az intézményekben. 17-ben indult a projekt, egy éven át tartott, míg a módszertant és azokat az akkreditációra köteles tananyagokat kidolgoztuk, amelyeket szeretnénk átadni a pedagógusoknak. Már a Nyíregyházi Egyetem június második felében elkezdi a képzéseket. Ha a tanár-továbbképzéssel készen vagyunk, akkor lehet bevezetni az iskolákba, és mi ott mentoráljuk is ennek a bevezetését, és történik egy visszacsatolás, és ez is a pályázati programnak a része, ugyanis az eredmények alapján folyamatosan mérjük a teljesítményt, a változást, regisztráljuk, és akkor visszacsatoljuk egyrészt a továbbképzésekbe, másrészt a pedagógus képzésbe. Olyan oktatási kultúrát vezetnek be, amely státuszkezelő. Ez azt jelenti, hogy a tanulók több szerepbe is bekerülnek, így a legjobbtól a legrosszabb diákokig mindenkit bevonnak az óra menetébe a kis csoportos foglalkozásoknak köszönhetően. A tervek szerint a projekt végére, 2021-re országos szinten mintegy 35 000 pedagógus vesz részt az új módszerre szükséges továbbképzésen.